Sziasztok! Szép napot nektek! Üdvözlet innen ismét a csatornánkról! A mai videóban az About You-ról megérkezett rendelésünkkel fogunk foglalkozni. A félreértések elkerülése véget. Ugye mi is sokszor nézelődünk az interneten, ahogy láthatjátok, hogy miket honnan lehet jó árban megrendelni. Az About you tekintetében volt már egy rendelésünk, van fent egy videónk, aki kíváncsi rá, az a csatornánkon megtalálja, az, amit most el fogok mondani, ugye volt egy rendelésünk, megjött egy csomag, nyilván ez az e hogy jó, akkor ugye mindenféle webes oldalról, illetve a média széles spektrumából folyt, ugye, hogy ebautyú reklámozta magát az ő felületéről, az ő által a kínált termékeket rendeljék meg az emberek, ezzel nincs is probléma, ugye, egy újonnan beérkezett cég, aki szeretne a piac egyes részeiből szeretett vágni magának, akkor rendeltünk mi is egy cipőt egy lárazás keretében, megjött a csomag, egy nálon tasakban és egy ö, kenyeres dobozba, egy, egy papírban, amiben egy fél kiló kenyér van, én szerintem általában a boltban, abban volt becsomagolva egy ribak klasszik cipő. Na ez abban a videóban nem tetszett nekünk, viszont ugye, hogy megkövessük saját magunkat, illetve következetesek legyünk, előítéletek nélkül. Úgy gondoltuk, hogy nézzük meg ezt az ebautyút ismét, ugye itt volt a január, ahogy minden videóban elmondom, náluk is elég ö, tekintélyes leárazások voltak, ugye volt amúgy is egy karácsonyi leárazás, és ennek a keretén belül, még januárban egy 60%-ig menő leárazást biztosítottak, ahogy a címben láthatjátok, egy Nike cipőről lesz szó, nyilván a Nike cipőket, magukat, a Nike mint a márka, brand ö, logóját, vagy magát, a nevét nem kell bemutatnom, mindenki tudja, hogy miről beszélek, egy React, Nike React 55-ös típusú sportcipő lesz ebben a dobozban. Na ez így érkezett meg, ez egy valós unboxing lesz. Ugye About doboz, hál' Istennek ez dobozban jött, nyilván csúszká benne a tartalom, az nem baj. Ez a doboz így ebben a formában megvédi azt a terméket, ami benne van. Tehát ez, ez tetszik, ez a csomagolás eddig fel is fogom bontani. Én vágom itt a, ezt a műanyag kis tartalmat, jó, ez meg volt. Megnézem, hogy hol nyitható ki ez a doboz, úgyhogy... Aha, megvan, jó. Fel fogom így emelni, megnézem, hogy papír nincs -e benne, ugye, az van benne. Jó, oké. Hogyha kinyitod a dobozt, ugye ezt fogod látni. Tökéletes, megjött a termék, itt van benne a cipő, van benne itt még egy Számla levél, ugye ez egy rendeléssel kapcsolatos, ezzel nem fogunk foglalkozni. Ez a doboz, ez tényleg védi a terméket, úgyhogy ezt így, ha már innen jött, hogy látható legyen, about you, innen érkezett a csomag. Na, ez lenne az a doboz, ugye amiben a, a rendelt cipő benne van. Ahogy láthatjátok, a Nike-tól megszokott ö, doboz az, amiben benne van a rendelt lábeli. Ugye a Nike logó minden egyes oldalon fent van a dobozon, és itt vannak a bizonyos méretei, ugye React Element 55-ös típus, ez egy white, illetve metallic silver, tehát egy fehér cipő és ilyen metálos bevarrások, ilyen, ilyen ezüstös bevarrások vannak rajta, amúgy egy 39-es típus, 25 cm-es belső talphosszal fog rendelkezni. Lássuk is a cipőt, ugye itt felül ez az adautyónak, gondolom, a saját rendszerébe, illetve a saját raktározása során, rendszerezése során szükséges kód. Lássuk, mi van a dobozban. Ez eddig tökéletes, ugye ahogy látjuk, szépen becsomagolva benne van a cipő. Nagyon jó. Tökéletes, meg is érkezett ez a cipő. Ez lesz az a Nike React, amit ide be fogok mutatni nektek. Kiveszem a másik párját is. Így fog kinézni ez a cipő. Egy pillanat türelmeteket kérem, és rendezem itt a sorokat. Jó, a cipő a dobozban megfelelően benne, szépen becsomagolva. Ugye, ha már itt ez a reklám hely, akkor a Nike dobozt az itt hagyom. Ugye ez Öbehogyi úrról érkezett, lássuk a cipőt, meg fogom nektek mutatni ezt a cipőt kommentár nélkül, ezt a kis papírt, ezt bentem nyomom, hogy látható legyen teljes mértékben. Ne ja. essen be az orra, mert ez egy ilyen, ugye vannak ezek a Zokni cipőszerű anyagok, ez ehhez hasonló anyagból készült, és már mutatom is nektek kommentár nélkül, így néz ki ez a Nike cipő, és aztán foglalkozunk vele. Így néz ki ez a cipő, amit ugye az ember észrevesz első körben, amikor egy ilyen cipőt a kezébe fog, Ugye ez egy rendkívül könnyű típus. Ugye az adidas jatrának van fenn nekünk egy videó, ami tényleg nagyon könnyű darab, viszont azt el kell mondani, hogy az adidas jatra, amit vettünk, az rendes árba is egy 15.000 fontos értéket képvisel, azt akcióba vettük, akkor azt ott tudtok tájékozódni a videóban, hogy mennyiért értük el ezt az Adidas Seatrát, ugye a Dykeman-ba és a sportissimo lehet kapni, ez az About You jött meg, megközelítőleg 50 ezer forint ennek a cipőnek az ára, viszont a karácsonyi leárazás, illetve ez a 60%-ig terjedő leárazás kapcsán, ugye ez, ehhez a cipőhöz hozzá tudtunk jutni, ahogy emlékszem a posta is ingyen volt, 17 000 pár száz forintért, tehát ez nem kevés, viszont ez a cipő azért valószínűleg valami komolyabb tervezés és komolyabb, komolyabb hogy mondjam, egy komolyabb darabnak képzelem el, ugye magát a kialakítását, a talpát, illetve az egész kinézetét tekintve, mivel egyik típusa sem olcsó, nyilván a Reaknak is vannak típusai, ez egy 55-ös, de a, a színskála, az a amivel ezzel elérhető az is igen széles, és egyik darabot sem ö, tudtad megvásárolni ilyen összegében. Nyilván itt most ezen van ilyen fényvisszaverős ö, felület, de ez isten igazából valahol fehér, van ahol ö, más színű. A színek tekintetében ugye internetről tudsz tájékozódni, szerintem ö, több szín is van, ami, ami nagyon jó, csak nyilván az ember ezt nem tudja megvásárolni egy általános munkával foglalkozó ember, mivel azért az 50 ezer forint nem kevés, még ha le van akciózó 35-re sem. De ettől függetlenül ez így néz ki, ami egyből feltűnik, ugye, hogy itt egy ilyen ezüstös csillogású Nike pipa van a cipő oldalán, ugye itt ez a React típusoknak itt a pipa lelóg a cipőről, tehát ez nem egy gyártási hanem ez így van kitalálva, egy nagyobb méretű pipa van, amely vagy a talp anyagában folytatódik, vagy pedig így van kivitelezve. Amit még látható ezen az oldalon, ugye az, hogy a talpának egyes elemei, gondolom az így van kitalálva, ez ilyen több elemből van összerakva, ezt gondolom ilyen, ilyen sportolást, futást, egyéb dinamikus tevékenységet segítő anyag. Amúgy a talpa az egy könnyű anyag, itt van benne a talpában ugye negatív lenyomata, hogy Nike React. Amúgy a talp felülete, ahogy így elfordítom, az látható, hogy nem sima, hanem ezek a kupos kialakítások itt a gondolom a megfelelő tapadás segítik elő, tehát valószínű, hogy mondom futásra, dinamikusabb sportra van ez kifejlesztő, de nyilván utcán is lazán viselhető, szerintem ezek nagyon jó és nagyon kényelmes viseletek, ez majd nyilván a gyakorlat fogja eldönteni. Ami még észrevető, hogy a Nike React felirat, itt a nyelvén, szintén ezüst színnel látható a belső részén a Nike pipa itt nincs. A méretei és a cipő egyéb leírása a cipő belső részében látható. Ugye ott van a termékkód, a méretek, centiméterben megadva a cipő, hol készült a cipő. Itt a cipő sarkán van egy műanyag megerősítés, amelyen ugye dombornyomva láthatod a Nike React logót. Ez végigfut a sarok hátsó szegmensén, és uh, ugye itt ez a fényvisszaverős bevarás még uh, van. Ez nyilván ez egy fehér típus, van ettől szerintem fehérebb, de tehát ebbe az árérték arányba ez is kiváló ez a cipő. Az anyaga vékony, ahogy látható a videón, vagy mutogatom, ugye látszik, hogy a fény beszűrődik a cipő belső részével, tehát ez mindenféleképpen már jobb időbe ajánlott, hogy ezt a cipőt felhúzd, vagy használd, alkalmazd, viszont az anyaga, ugye kifogom menni ezt a belső talpélést, az anyaga véleményem szerint ilyen zokniszerű, hát annyira sokat nem enged, viszont azért érezhet, hogy valamennyire rugalmas, nem is baj ez, ha túl sokat nem enged, mert azok az anyagok elég hamar ki tudnak lukadni. A nyelv, ami még említésre méltó, tehát a nyelv része, ugye én sportolásnál, mondjuk futballnál, talán a futballcipőkön láttam eddig ez hasonló nyelv részt, tehát itt a lábnak ugye, ahogy a gyorsan akartam mondani, tehát ahogy a lábnak a az egyes ugye, maga a lábnak a része, ahogy itt jön kifele, itt van egy ilyen kis bevágás a nyelven, hogy a, a nyelv maga jobban rá ö, forduljon a lábad első részére, és ezáltal ugye itt a nyelv egy picit ilyen féloldalas lesz, mert a másik része az kicsit kisebb, tehát ez egy ilyen érdekes nyelvkiképzés, ami amúgy egy érdekes ö, kisugárzást kölcsönöz ennek a cipőnek, lehet, hogy ez az a ez az a momentum, amiért sokan felfigyelnek erre a cipőre, azon kívül ugye, hogy színben a színvariánsokban is nagyon különlegesen hat, ugyanis ezek a betoldások szoktak más színűek lenni. Ez a cipő, ez, ahogy láthatjátok, így néz ki. A fűzője az igen erős, ahogy látható, ugye elég egyszerűen van megoldva, tehát nem átfűzési pontok vannak, hanem külön ilyen kis befogó részek, ahol át tudod húzni a cipőfűzőt, és onnan tudod az anyagot ugye, összép húzni a lábad felső részén. Ez amúgy nem probléma, a cipőfűző, hát az minőségi, amit el lehet várni egy Nike-tól. Körülbelül ennyi az, ami a magát a Nike-ot jelzi. Még egyszer megmutatom a cipőt nektek így. Az óra, ahogy láthatjuk, picit felfele ível az orrésznél, tehát előrefele ilyen sportcipős feelingje van valóban. A Nike pipa még amúgy ott a kis mélyedésbe figyelhető meg. Tehát egy Nike pipa van ott ebbe a kiképzett mélyedésbe. A sarok részén is ott a Nike logo. ugye a sportoláshoz még annyit hozzátennék, ugye, hogy azért a sportolásnál az nem hátrány, hogy itt egy kicsit a cipő az puhább anyagból van, ugyanis, hogyha ebbe futni fogsz bármilyen dinamikusabb sportot végezni, akkor nem teszi tönkre a lábadnak azon részeit, nem kezdi ki, nem lesz sebes esetleg, ugye itt a boka résznél szokta nagyon kikezdeni egy-két cipő, amikor új. Na, a lényeg a lényegben, ez a cipő párszáz forintért érkezett hozzánk, ugye az About Euro. A rendelés gyors volt, a GLS futár gyors volt. Nem tudunk semmi rosszat mondani, nyilván mindenkinek idézője be a funkcionális e-mail címére, amit esetleg rendeléseknél használ, ugye van sok embernek privát, illetve német címe, amit egyes weboldalakon való rendelésnél használ. Arra megjött az üzenet, hogy a rendelésed összeállítva, ott volt egy nyomkövetési kód is, amúgy, nagyon jó a felület. Nyilván az első videóba, amit mi tapasztaltunk, ugye az a rossz idézőjelbe szájíz, ez ebben az esetben nincs meg. Tehát ez a második lehetőség, amit ugye idézőjelben megérdemel mindenki, ez nagyon jól sült el, mind az akció tekintetében, mind pedig amit láthatjátok, ugye megfelelő dobozban, a saját dobozába megérkezik a cipő, nem sérült, teljesen új, nyilván ez még nem volt senkin. Az, aki ezt a cipőt kapja, az így nagyon fog neki örülni, és valószínűleg örömmel fogja viselni. Ennyi tudtam nektek bemutatni erről a cipőről ebben a videóban. Köszönöm szépen, hogy itt tartottatok velünk. Jó videózást nektek továbbra is. Sziasztok!